Sziasztok, Mairól Zsuzsa vagyok a Varróháztól, és szeretném nektek megmutatni az aranyszabás minta használatát egy konkrét ruha elkészítésén keresztül. Itt van ez a ruha, ez nekem nagyon tetszik, szerintem pont nekem lett kitalálva, a most a legújabb Lutello füzetben van benne 2022-ben, és ennek a szabás mintáját fogom most kimásolni. Ugye ezek a Lutello szabás minták ilyen kisméretűek. Én leszoktam fénymásolni a szabás mintát, és így szét tudom vágni, és most ki tudom másolni a ruhának a felső részét. A mellbőségemet már lemértem, tehát nekem 96 centi, és a szabás mintán látható keresztbe fogom beleszúrni. Minden szabás mintán van egy kereszt, amiben beleszúrom a tűt a mellbőséggel, és innentől kezdve az a feladat, hogy rá kell fektetni a műanyag vonalzót erre a vonalra, és a rajta látható számot még ki kell mérni fölfelé. Mivel a saját méretedet szúrod be a keresztbe, ezért a saját méretedre lesz nagyítva a szabás minta. Tehát innentől kezdve nincs más dolgod, mint kifektetni a mérőszalagot. Ráfektetem ugye a műanyagot a vonalra, és azt mondja 27 van ráírva, tehát 27-nél teszek egy pöttyöt. Ha most úgy érzed, hogy ez túl bizonytalan, meg annyira mozog egy mérőszalag, nem így van, ha teljesen körben mész, és elkezded újra kimérni a pöttyöket, akkor észre fogod venni, hogy ugyanazokat a pöttyöket fogod kitenni. Nagyon fontos, hogy mindig a tű oldalán mérjük ki tehát mérjük a számot, és oda tesszük a pöttyöt. Tehát a tű oldalán szabad csak pöttyöt tenni. Én mindig rá szoktam írni a pöttyre a számot, azért, mert ha netán lemarad egy pötty, akkor utólag nagyon könnyű ellenőrizni, ha rá van írva a szám. A szabás mintát mindig rá kell ragasztani a nagy papírra, és én meg szoktam rajzolni az oldalát, ugyanis, hogyha lemarad egy pötty, és vissza kell tennem ezt a kis papírt, akkor így fogom tudni visszatenni a helyére. Ezek a pöttyök megfelelnek a rajzon látható pöttyöknek, csak ugye ez már az én méretem, tehát ez már nem pici, hanem nagyobb, és majd az ide rajzolt pöttyöket ugyanolyan vonalakkal kell összekötni, mint amit a kisábrán látsz. Tehát ha ez íves, akkor íves vonallal, ha egyenes, akkor egyenes vonallal, jó? Tehát pontosan ugyanazt kell megrajzolnod, mint ami kicsiben látszik, csak ez már a saját méreted lesz. Jó, ennyi az egész. Kis türelemjáték, de igazából nem tart sokáig, nem kell mindenféle vonalak között bogarászni, minden teljesen egyértelmű. Amire még érdemes figyelni, hogy minden szabás mintán vannak apró jelölések, ugye mivel eleve a szabás minta egy kicsi, ezért a jelölések is kicsik. Például a szálirányt mindig meg kell keresni. Ha úgy érzed, hogy valami nincs rajta, ez egy német módszer, nagyon precíz, biztos, hogy rajta van, keresd meg, jó? Tehát megvan az eleje, közepe jelölés, az, hogy az ujjának melyik az eleje, a szűkítő, minden rajta van. Lehet, hogy nem tudod értelmezni, engem mindig megtaláltok, tudtok kérdezni, ha valamiben bizonytalanok vagytok. Ki is vágtam papírból, én rátettem a varrásszélt is, így kész van a hát a szabás minta. Mindenhova 1 cm varrásszélt tettem, mert tudom, hogy nem lesz sok alakítás, kivéve az oldalára, oda azért a biztonság kedvére a 1,5-2 cm-t én is mindig rá szoktam tenni, bár ritkán kell ezből még kiengedni.